A nemesség kötelez hirdeti az idei akadémia témája, de vajon milyen a nemesség, milyen emberek az arisztokraták? Mely korban, mely személyiség ki és mikor értékeli? Sok a kérdés. E témákat járják körbe az előadók, a nyitónapon a Megyeháza dísztermének faláról Szent István, Rákóczi és Széchenyi néz ránk, nemigen kell őket méltatni. A nemességgel kapcsolatban hol pozitív, hol negatív előítéletekkel találkozunk. Az elmúlt rendszerben leginkább negatív előítéletekkel. A nemesség úgy élt a köztudatban, mint a jobbágyságot elnyomó, népnyúzó, feudális elit. Valójában ez nem így van. Ahogy a konferencia címe is mondja, hogy noblesse oblige, vagy noble oblige, hogy a nemesség kötelez. Ez azt is jelenti, hogy a nemesi cím, az előjog, a privilégium az nem csak előjogokkal és előnyökkel, hanem kötelezettségekkel jár. Ha visszamegyünk a történelemben a reformkorig, Szabolcs vármegyében egyedülálló módon, a 200 ezer lelkes vármegyében 25 ezer volt a nemesség száma, tehát súlyos, meghatározó politikai szerepet töltött be. Itt elhangzó 19-20 előadás körbejárja a nemesség létét, a nemesség emlékeit, épített örökségét is, tehát a kastélyokat, kúriákat, az ősparkokat, meg hát azt is, hogy milyen szerepet játszott a szabolcsi, szatmári, belegi nemesség az ország életében. Emlékérmeket, emlékplaketteket adományozott az országos elnökség a tagoknak, illetve három Bél Mátyás díj is gazdára talált. A megyei mozgalom alapítója is a díjazottak között volt. Ezen az ember nem gondolkozott, egy természetes dolog volt, hogy szakmai ártalomként az is fontos, hogy mennyire terjesztjük a történelmi ismereteket, mennyire foglalkozunk a régió, a városunk történelmével. Én körülbelül 50 éve vagyok a honismereti mozgalomban, ebből 20 évet vezettem a honismereti egyesületet itt Nyíregyházán. Új szempontokat talált a modern történeti kutatás. Hogyan lehet megérteni azt a lenyűgöző folyamatot, mely az elmúlt évszázadokban egy közösség sorsát alakította? Ez a modern társadalom történeti szemlélet vizsgálja a mindenkori hatalmi elit működését is. Csoport nincs vezető nélkül, még az állatközösségekben is vannak vezető egyedek. Ez egy nagyon mély evolúciós örökség, fogalmaz a történész. Na most a magyar nemesség ugye ezer esztendőn keresztül ezt a vezető szerepet töltötte be, vagy mondjuk azt, hogy jó 900-950 esztendőn keresztül, és hát természetesen olyan volt, mint a nép, mint a világ, amelyben működött. Tehát különösebb értékszempontokat itt nem érdemes figyelembe venni. Azt kell nézni, hogy mi történt, hogy a folyamatok hogyan hatottak egymásra, hogy milyen feladatok adódtak, és hát tulajdonképpen az, hogy mi itt vagyunk ezer éve, abban biztos, hogy a magyar nemességnek is nagyon komoly szerepe volt. A 47. Országos Honismereti Akadémia a fő témához kapcsolódó előadásokkal folytatódik, mely az adópolitika, a rezidencia, építészet vagy éppen a pecsét használat köré épül. A folytatásban a résztvevők megismerhetik a magyar arisztokrácia megszűnésének folyamatát, illetve a nemesség mecénás tevékenységét. Csütörtökön kirándulni indul a Honismereti Akadémia tagsága, mely az érkezést követően jótékonysági bálon eredményesen gyűjtött a Honismeret című folyóirat újabb számának megjelenésére.